Ünnepi önkormányzati ülés. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradó külön kiadását, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. augusztus 23-án 18 óra 5 perckor. Az országzászló felvonása után, amelyben közreműködtek a Kovács Mihály Huszárbandérium huszárjai, a Városházán ünnepi önkormányzati ülés kezdődött, amelyet állami ünnepünk és államalapító Szent István királyunk emlékére tartottak. Az országzászló felvonása után, amelyben közreműködtek a Kovács Mihály Huszárbandérium huszárjai, a Városházán ünnepi önkormányzati ülés kezdődött, amelyet állami ünnepünk és államalapító Szent István királyunk emlékére rendeztek. A himnusz után Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete nevében Szepesi Tibor polgármester köszöntötte az ünnepi önkormányzati ülésen megjelenteket, amelyet állami ünnepünk és államalapító Szent István király emlékére tartottak. Ünnepi beszédet F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője mondott. Szent István nap, mint szent ünnep megtartása, most már Szent királyunk emlékére kötelező. Ezt az utasítást Szent László királyunk 1090-ben adta ki. És azóta 930 esztendeje ezt a szent ünnepet megtartjuk. Emlékezünk első Szent királyunkra, emlékezünk tetteire, arra az útra, amelyet 1000 esztendővel ezelőtt kijelölt számunkra, bölcsességével, hazaszeretetével és előrelátásával. Ennek a népnek utat, ennek a nemzetnek irányt mutatott. Ezt az 1000 évet követjük azóta is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez az ünnep alkalmas arra, hogy visszatekintsünk a múltba, visszatekintsünk az elmúlt 1000 esztendőre, de előre tekintsünk a jövőre is. Visszatekintsünk a múltban, hogy mit örököltünk, milyen államot, milyen hazát, milyen földet. És előre tekintsünk, hogy mi mit szeretnénk építeni, mit szeretnénk örökül hagyni utódainkra, az utánunk jövőkre, mert nem kérdéses, mi csak egy tégla, egy szemlánc vagyunk abba a folyamatba, amit magyar hazának, magyar nemzetnek hívnak. És mit teremtett első királyunk? Először is egy keresztény államot. Egy keresztény államot, amely az akkori Európában egy fontos döntés volt. Hiszen tudjuk azt, hogy nem keresztény állam Európa közepén nem maradhatott fent. Nem maradhatott fent akármely nagy birodalom, akármely nagy nép hozta ezt létre. Az első fontos döntés a keresztény állam volt. Ez a keresztény állam kijelölte azt az utat, amelyen ma is megyünk. A család, a haza, a hit szeretete. Hiszen első királyunk hit, a hit teremtő erejében, és ez be is bizonyosodott. És mit teremtett még? Független keresztény államot. Mert a függetlenség hiánya egy állam, egy ember, egy közösség szempontjából az alávetettség, a jövőben való tervezés hiánya, a függetlenség elvesztése, vagy annak csorbulása egy nemzet, egy nép halálát jelenti. És mit tud nyújtani egy független, szabad keresztény állam az itt élőeknek, magyaroknak, németeknek, hunoknak, szlávoknak, szerbeknek, románoknak? Meg tudja őket védeni, az életüket biztonságba tudja tartani, a védelmet meg tudja szervezni mind külső, mind belső támadás ellen.
A középkorban várak, a 21. században kerítéssel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Európa közepén az évszázadok alatt fennmaradt magyar és keresztény állam máig megtartotta a Kárpát-medencében a magyar nemzetet. A 21. században is mi magyarok vagyunk, ennek a gyönyörű résznek, ennek a gyönyörű világnak, a Kárpát-medencének a legnagyobb nemzete, a magyar, a legnépesebb nyelv itt a Kárpát-medencében. És hát visszaemlékezünk, hogy miből is épült fel ez az állam. Miből lehet egy államot felépíteni? Miből áll a magyar állam? Mindannyiunkból. Belőlem, önökből, belőletek. De egyenként, egy személyben nem vagyunk semmit. Egy személyben, magunkban jelentéktelenek vagyunk. Mint egy homokszem, amelyet bármerre fújhat a szél. Mint egy kavics, amelyet sodor a víz. És hogyha a homokszemet a homokkal összeadjuk, abból csak több homok lesz. De ha a homokot a vízzel, a kavicssal, a hit és az összetartozás cementjéből, akkor tégla, a téglából ház, a betonból út, katedrális, iskola. Az egyénekből, ha családokká összeállnak, így jön létre a haza. Hiszen a homok a homokkal, csak több homok lesz. Az apa az anyával, a gyermekkel, az utóddal, a felmenővel, ő lesz a haza, ő lesz a család. Hiszen mindannyian része vagyunk annak a folyamatnak, amiket örököltünk. Örököltünk szüleinktől, nagyszüleinktől, felmenőinktől. Örököltünk egy mozdulatot, egy vonást. És továbbadjuk ezeket a gondolatokat, ezeket a vonásokat, ezeket a mozdulatokat. Mert egy családban a szülő, az anya, a nagymama ismerős főzte, az illatok, az ölelések, a megbízható szavak, ezek adják a magyar nemzet és hazánk alapjait. Ilyenkor augusztus 20-án beszélnünk kell másról is. Beszélnünk kell az életről, amit őseink, elődeink a kenyeret hívták az életnek. Hiszen ilyenkor augusztus végén, augusztus 20-án, az aratás után a termény, a búza, a kenyérnek való bekerül a magtárakba. Ilyenkor lehet előre látni, hogy milyen lesz a következő esztendő. Hogy szűk lesz, bőséges, jut-e mindenre, jut-e mindenkire. Én azt mondom, ilyenkor, augusztus 20-án, ha előre tekintünk, bizakodhatunk. Egy nagyon nehéz időszakot tudunk magunk után. Egy járványt, lezárásokkal, megszorításokkal, iszonyatos nehézségekkel. Ez van mögöttünk. De biztos vagyok benne, hogy rengeteg nehézség van még előttünk. Rengeteg nehézség, hiszen jöhet a járványnak a negyedik hulláma. A világpolitikában rengeteg bizonytalanság van. De bizakodhatunk is, mert a magyar állam, amelynek mi építőkövei vagyunk, napról napra erősödik. Napról napra erősödik a magyar hadsereg, a magyar gazdaság, háromszorosára növeltük aranytartalékainkat, tehát a magtár tele, bízhatunk a jövőben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünneplők! Ünnepeljük az 1100 éves magyar hazát, hiszen nem Szent Istvántól kezdődött a magyarok történelme. De a magyar állam ezeresztendős. Az időtlen magyar hazát ünnepeljük, azt a hazát, amely mindannyiunké. Mert a haza örök, az állam
csak formája és kerete a magyar hazának. A haza örök, és nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely most van, hanem az iránt is, amely lesz és lehet. Ezek Kossuth Lajos szavai. Tehát tartozunk a múltnak, és tartozunk mindannyian a jövőnek is. Szent István napján az ünnepi önkormányzati ülés keretében kitüntetéseket adunk át azoknak a személyeknek, akik a város és a nagykunság érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek. A Karcag Városi Önkormányzat képviselőtestülete a 158/2021. Számú határozatával Zakariás István szepsi volt polgármestere részére polgármesteri és képviselői munkája során Karcag és szepsi testvérvárosi kapcsolatainak kiépítéséért végzett, kiemelkedő munkájáért díszpolgári címet adományozott. Zakariás István úr nem tud részt venni a mai ülésen, a kitüntetést egy később időpontban veszi át. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Karcag Városi Önkormányzat képviselőtestülete az idén a 159/2021. Számú határozatával a Karcagért emlékérmet, Karcag város kulturális életének fejlesztéséért végzett tevékenységéért Andrássy Mihály fafaragó, mézes kalács készítő részére adományozta. Andrássy Mihály úr nem tud részt venni az ülésen, a kitüntetést egy később időpontban veszi át. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a Karcagváros közbiztonságért díjat, a város közbiztonságáért végzett példaértékű szakmai munkája elismeréseként Németh Mátyás Zoltán mezőőr részére adományozta. A kitüntetést Szepessy Tibor polgármester adta át részére. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete Karcagváros kultúrájáért díjat, a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő-oktató munka, valamint a város művelődése, művészeti élete érdekében végzett kimagasló munka elismeréseként Galsi Nagy Andreának, a Madarász Imre Egyesített Óvoda óvodapedagógusának, Földváriné Simon Ilona Annának, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola igazgatójának, Alexa Józsefnének, a Szent Pál Marista Általános Iskola pedagógusának és Gulyás Zsolt plébánosnak, érsegi tanácsosnak adományozta. A díjat Szepessy Tibor polgármester adta át. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete ebben az évben a Karcagváros egészségügyi és szociális szolgálatáért díjat, a város lakossága egészségügyi és szociális ellátása érdekében végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként a karcagi mentőállomás dolgozóinak, a karcagi többcélú kistérségi társulás szociális szolgáltató központ dolgozóinak, a karcagi többcélú kistérségi társulás bölcsőde intézménye dolgozóinak, a karcagi többcélú kistérségi társulás idősek otthona és házi orvosi intézmény dolgozóinak, a Kátai Gábor kórház dolgozóinak, dr. Fazekas Katalinnak, a Kátai Gábor kórház főorvosának, Sánta Jánosnénak, a karcagi többcélú kistérségi társulás bölcsőde intézménye kisgyermeknevelőinek, Simon Ivának, a karcagi többcélú kistérségi társulás idősek otthona és házi orvosi intézmény intézményvezető helyettesének adományozta. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete 2009-ben alapította a Karitatív Tevékenységért díjat. Ebben az évben megosztva Karitatív Tevékenység díjban részesült a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat karcagi csoportja és a Tiszatavi Keresztény Polgári Kör, akik adományaikkal támogatták a karcagi intézményeket. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a Karcagváros sportjáért díjat a város sport életének szervezésében végzett kiemelkedő munkaelismeréseként Eisenkrammer Károly sportvezetőnek adományozta. A kitüntetést és az ajándékot Szepessy Tibor polgármestertől vette át.
A karcagvárosi önkormányzat képviselőtestülete karcagvárosi jó tanulója, jó sportolója díjat az általános iskolai tanulmányok során elért kiemelkedő tanulmányi és sportolói tevékenységért Pap Gábornak, a Györfi István katolikus általános iskola tanulójának, Palkó Zsoltnak, a Karcagi általános iskola és alapfokú művészeti iskola Kis Kulcsosi általános iskola tagintézménye tanulójának és Orosz Ritának, a Karcagi Nagykun református általános iskola tanulójának, valamint a középiskolai tanulmányok során elért kiemelkedő tanulmányi és sportolói tevékenységért Pataki Máténak, a Karcagi Nagykun református gimnázium és egészségügyi szakgimnázium tanulójának adományozta. Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézmény vezetője, kiváló szakmai munkájának elismeréseként Brunswick Teréz díjat, miniszteri kitüntetést vehetett át Maruzsa Zoltán államtitkár úrtól. Ebből az alkalomból egy csokorvirággal köszöntötte őt az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester. Magyar Sándorné, Veres Zsigmondné, Kis Ferencné és Tanka Ildikó, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kovács Mihály Általános Iskolai tagintézményének pedagógusai részére, professzor dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere, sokéves, lelkiismeretes oktató nevelő munkájuk elismeréseként, miniszteri elismerő oklevelet és pedagógus szolgálati emlékérmet adományozott. Jobbágy Ildikó Mária, Karcagi Nagykun református általános iskola pedagógusa, aki 40 éves lelkiismeretes oktató nevelő munkája elismeréseként pedagógus szolgálati emlékéremben részesült, amit Szepesi Tibor polgármester adott át részére. A Szent Pál Marista általános iskola pedagógusai, Nagy Józsefné, Gyökeres Mária és Kalocsai László Jánosné a miniszteri elismerő oklevelet és pedagógus szolgálati emlékérmet 2020. szeptemberében ünnepélyes keretek között már átvették. Szolnokon a megyeházán a díjátadó ünnepségen néhai Dobos László, polgármester, posztomusz Jász-Nagykun Szolnok megyei érdíjban, a Kargó Kft. Jász-Nagykun Szolnok megyei gazdasági díjban, Karcagi Nagy Zoltán nóta énekes Jász-Nagykun Szolnok megyei közművelődési díjban, a Kátai Gábor kórház dolgozói Jász-Nagykun Szolnok megyei egészségügyi díjban, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás idősek otthona Jász-Nagykun Szolnok megyei szociális díjban, Domokos Gyula, a Jász-Nagykun Szolnok megyei kormányhivatal Karcagi járási hivatal foglalkoztatási osztály osztályvezetője Jász-Nagykun Szolnok megyei önkormányzati és közigazgatási díjban, Cókói Viktorián nyugalmazott tűzoltó őrnagy Jász-Nagykun Szolnok megyei rendészeti és közbiztonsági díjba részesült. A kitüntetetteket Szepesi Tibor polgármester úr és Gyurcsák János alpolgármester úr köszöntötték a megyeházán. A díjátadás utáni ünnepi műsorban közreműködött Plósz Csilla művésztanár tárogatón, zongorán Koppány Mária előadó művész. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!